Gróf Batthyány Lajost fel akarták akasztani. Ám ez megszégyenítés lett volna számára, ezért hatalmas tűrőképességgel elvágta nyaki ütőerét a börtönében. Ám észrevették az őrök, és megakadályozták az öngyilkosságát, mert mindenképp nyilvános elrettentésként szerették volna megölni, de végül a vérveszteség miatt lelőtték, mivel így akasztásról már szó sem lehetett. Mindezek előtt a távoli csehországi városban, a Morva folyó partján, Olmützben ezekben a napokban gróf Batthyány Lajos kihallgatása folyt. Az egykori miniszterelnököt végleges lemondását az uralkodásának, 5. Ferdinándnak 1848. október 2-án nyújtotta be Bécsben. 5. Ferdinánd másnap ezt elfogadta, ugyanakkor feloszlatta a Magyarországgyűlés. Intézkedése ellen hamarosan tiltakozás kezdődött. Az irányítás kezdett kicsúszni az ujjai közül. És október 6-án a hadügyminisztériumban Latour minisztert meggyilkolták.